Tavaly a rendőrségi ellenőrzés a biztonsági övek mellett az alkoholfogyasztás mértékére, az ittas vezetésre is kiterjedt húsvétkor. Az ünnep alkalmat kínál az ittas járművezetés elkövetésére, ezért a rendőrség április 14-e és 20-a között alkohol- és drogellenőrzést folytat. Érdekesség, hogy 2021 májusában indult el a Wrong Side of the Road névre keresztelt online program az Egyesült Királyságban, mely idén áprilistól hazánkban is elérhető. A programnak az a különlegessége, hogy a néző egy interaktív online beszélgetést folytathat egy olyan valós személlyel, aki a módban ittas vezetést követett el, megismerve annak igaz történetét. Azonban ne csak a rendőri ellenőrzéstől való félelem tartson vissza bárkit is az ittas vezetéstől, hanem az a negatív élmény is, ami elkíséri egy életen át, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz. Az alkoholfogyasztás közlekedés biztonságra gyakorolt hatásait figyelembe véve mondjunk 4 nemet az ittas járművezetésre. Az első nem az, hogy nem vezetek ittasan, a második nem az, hogy nem ülök be olyan személy autójába, akiről tudom, hogy a korábbiakban szeszes italt fogyasztott, illetve megpróbálom megakadályozni az elindulását. A harmadik nem azt jelenti, hogy nem engedem át a járművezetését olyan személynek, akiről tudom, hogy szeszes italt fogyasztott. A negyedik pedig az, hogy nem kínálom szeszes itallal barátaimat, ismerőseimet, akikről tudom, hogy a későbbiekben még vezetni fognak. A maratoni húsvéti szondáztatás április 17-én vasárnap este 20 órától 18-a hétfő 20 óráig tart majd.